Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Rivaldán innen újabb adása. Mai vendégem Imre István. Hogy szoktak téged szólítani? Solymász? Igen, Solymász. Én igazából a gyerekek sok esetben Madaras bácsinak hívnak. Úgyhogy én a Solymász, Madaras bácsi, bármelyik névre. Hogy lesz valakiből Solymász vagy Madarász bácsi? Hát ugye, hát ez egy gyerekkori álomnak a szövevénye. Tehát ugye mindenkor is szerettem a madarakat, hogy ez a vonalat vittük végig, és hát ugye a gyerekek megismertek, és hát Madaras bácsi innestől kezdve. Tehát, hogy mondjuk el konkrétan, te vagy a földesi madársulinak a megálmodója, kivitelezője, egyben tartója igazából, is azért beszélünk itt gyerekekről, mert ugye nagyon sok helyre elviszed a madaraidat. Milyen madarakról beszélünk itt? Igen, ugye ez változatos, tehát minden típus, tehát madársulinak a célja, hogy egy más szemléleten mutatom be a madarak világát. Itt most én azt mondom, hogy a jövő generációja, én a gyerekeknek az elkötelezett híve vagyok, hogy a gyerekeknek mutassuk be a madarakat legfőképpen, de nyilván minden érdeklődő számára. Most változatos a madarak világa, ezáltal változatos madarakat mutatok be. Ami a kezemben van most, ő egy vándorsólyom, ugye ő a világ leggyorsabb állata, ő Jenő névre hallgat, egy hím vándorsólyom, de hát ugye vannak bagyok, van törpekubik, uhúbagoly, aztán papagájok, arapapagáj, beszélő jákópapagáj, aztán nagysándorok, héják, tehát sok liba, most egy új projekt, egy liba projekt. Tehát mondom, a célom tényleg, hogy változatosan, tehát minden, hát mindenféle madárból egy kis szeretet, és ennek a bemutatása. Ez, emiatt ragadt rám a név is, a Madaras bácsi, ugye, mert hát a gyerekek mivel társítanak össze madárral, ha megjelenek valahol? Azért picikét átugrottunk ezen a nagyon fontos kérdésen. Tehát mi volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy az ember nem szokott otthon úgy tartani se solymot, se őivet? Igen. Ugye, ahogy mondtam itt az elején, ez egy gyerekkori álom. Tehát nekem egy, mondjuk így, hogy bogár ez, nem tudtam eddig megfogalmazni, tehát fiatalkorom óta mindig tartottam madarakat az udvaron. Ugye most papagájok, vadmadarak, hát amit gyerekként az ember, ahogy fölnő egy falusi gyerekként, és nem fogalmazódott meg bennem soha, hogy miért szeretem őket. Aztán egy, hát ugye ez szépen telt az idő, hogy egy más irányba vitt el az élet, ugye nem a madarászkodás felé fordultunk. Ugye a mi időnkben még azt kell mondani, ugye, hogy ez a halász, vadász, madarász szlogennel teljesen másképp volt még a természetvédelem, meg maga a madarak ismerete. És ugye ez elvitt egy más útra, de aztán visszajött, ugye nyilván ez a bogár ez nem hagyja az embert nyugodni, még ha nincs is megfogalmazva. Mindig is tartottunk madarakat, ugye megnősültem, család, stb., tehát ugye mindenki élt az életét, és akkor volt egy pillanat, amikor én úgy gondoltam, hogy papagájt megtanítok egy trükk, egy ilyen kártyajóslási trükkre. Annyira hirtelen sikerült ezt megtanítani, mert ugye nyilván ezt már ugye ismertem gyerekkor óta, hogy a madarak nagyon okosak, tanulékonyak, hogy hogyan vadásznak, ezt semmiképp nem csak ösztön, hanem kell hozzá egy tudás is. És na mindegy, tehát megtanítottuk ezt a madarat, meg egy pár könnyű trükköt. Na most van egy bihari sík tájvédelmi körzetünk, benne egy ismerősünk ugye bele dolgozik, és akkor mondja, hogy jó Pisti, hát gyere már ki, nem mutatnád meg a gyerekeknek ezt, hogy dárcoznak, lengőtekéznek a papagáid, meg ezek a kis trükköket. Ugye hát ilyen örömmel vettem, hogy hát akkor hát megmutatom nekik, hát tényleg, hogy mit tudnak. Igen, és az a fény, ami a gyerekeknek a szemükben a csillogás, amit visszaadták, ezt a kis élményt, mintha én adtam volna nekik valamit, nekem ez úgy jött le, és ott fogalmazódott meg, hogy hát nekem valahol ez az utam, hogy át kell adnom azt a fajta élményt, amit valójában a madarak nap mint nap megtesznek körülöttünk, csak ezt nem tudjuk. És ugye közben a solymászvizsgát is letettem, ez ilyen párhuzam, ez ilyen nagyon közeli párhuzamok voltak,
és ekkor döntöttem úgy, hogy minden madarat ehhez fogok tanítani, hogy idegenek, akár kézzel vegyenek egy vándorsólymat, ugye előadás alkalmával, ugye tényleg ilyen különféle trükkökre vannak tanítva a héják, ugye hullópkarikán repül keresztül, tehát hogy megérintse a közönséget, és ne féljenek a madaraktól, meg hogy emeljék ezt be, hogy igenis nagyon okosak. Tehát ugye most ne menjünk bele akár ilyen kutatási eredményekbe, de már most megdöbbentő az, amit valójában csak egy fekete rigóról el tudnák mondani, hogy hogyan éli a mindennapjait, nem hogy még tényleg egy ilyen komolyabban belemegyünk. És ezáltal én azt mondom, hogy élményszerű tanulást adunk át a gyerekek részére, vagy mondom, tehát mindenki részére, innentől megérintettük, és mindig azt mondom, hogy nem sólymászokat kell nevelnünk, ugye, hogy jó, hát mostan ugye eltávolodtunk a természettől, a sólymászattól, hanem csak elég, ha megszerettetjük. Tehát ha körülöttünk lévő madarakat ismeri, nyilván ezzel a természetet is, akkor már egy úton vagyunk, amin szerintem jó úton járunk. Volt szerencsém részt venni az egyik ilyen előadásodon, és engem több minden is megfogott. Nyilván az a szeretet, ami belőled árad az a madarak iránt, az átragad a gyerekekre. És ami nagyon feltűnt, ugye, mint az emberek nagy része, nem nagyon fogtunk még a kezünkbe se solymot, se héját. Ez azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes dolog lehet, hogy a természetet kicsit közelebb hozni a gyerekekhez. Tehát egy rendhagyó ismeretterjesztő órát, vagy biológia órát tartasz nekik ezek szerint? Igen, igen. Tehát ez minden szinten megállja helyét, mondjuk így. Ugye ahhoz, hogy megismerje, ugye általános iskolában tanulják amúgy is a ragadozó madarakat, na de hát tankönyvből, ugye, hogy mi a karma, mi a szerepe, a kampós tépőcsőr, a tollazat, ezt be lehet magolni, de nem biztos, hogy társítja valójában valamihez. Amikor ugye kézen átadom, ugye bátrak átveszik simán, vagy akár a tanárnő, vagy most mindegy, ugye egy közeg, innestől kezdve ugye hozzáérhet a karmaihoz. Ugyanúgy felsoroljuk ugye a tulajdonságát mind a tankönyvekbe, csak hogy itt meg is tudjuk nézni. Ugye itt egy sólyom most a kezemen a fejéhez képest, miért nagyobb a szeme? Tehát már belenézett a sólyom szemébe, és ugye innestől már meg is maradt, nem kell bemagolni. Ugye, és akkor elmondjuk persze, hogy hogyan lát a sólyom. Vagy ugye az orrában ott van az a kis picike kis szelep, mondjuk így légterelő, ami a nagy sebességét, ugye a vándorsólyom a világ leggyorsabb állata, hogy ez hogyan éri el, tehát minden egyes részletben a sólyom a gyorsaságra termett, vagy tervezett dolog. Na most, tehát ha így adjuk át, teljesen más. Tehát, mint ahogy mondom, bemagolva. Meg ugye a mi időnkben, hogy még egy picit még itt is maradjunk, ugye mi kimentünk a természetbe. Tehát mi sétáltunk, tehát nem volt Facebook, meg hogy otthon legyünk jó időben, ugye pecáztunk, csúszlisztunk, kint voltunk a természetben. Tehát más közegben voltunk, mint a mai, sajnos ezt kell csak ezt mondom, sajnos ezt kell mondani, mint a mai gyerek. Tehát neki, én azt mondom, talán még egy plusz élmény is. Ilyenben látnak egy állatkertben, 10 méterről meg egy sast, vagy bármilyen madarat, az csak nem olyan, mint amit ő vesz a kezére, vagy ugye a kisbagoly is, hogyha már ugye láttad is, fölülik a vállukra, és akkor csinálnak egy selfie-t, és akkor viszik tovább, tehát teljesen más ez így. A műsornak a címe a Rivaldán innen, tehát egy picikét avasd be minket, milyenek a hétköznapok, mert nyilván az, hogy bejössz bárhová egy sólyommal, egy bagolyjal, ez olyan természetesnek tűnik, de emögött azért rengeteg munkaóra van, tehát neked főleg a héjával rengeteget kell dolgozni ahhoz, hogy onnantól kezdve, hogy te megkapod, elengedett, ső vissza is fog jönni hozzád. Hogy néz ki egy ilyen, nyilván most tőszavakban elmondva, tehát egy ilyen idomítás, egy hozzászoktatás? Igen, tehát ugye ugyanúgy működnek, mint most a kutyánk vagy macskánk lenne. Itt most a madárnál az a pluszunk van, vagyis azt mondom, hogy az ember le van ehhez, tehát a madarak gyorsabban élik az életüket. Tehát gyorsabb most nem csak az agyakcsere, hanem maga az idegrendszerük, a gyorsaság, a reflex, a látásmód. Tehát mi csak a látásmódunkban ilyen négyszeres lassításban látunk, amit most ugye még átlagos közegünk, mint most akár egy sólyom. Na most az első, ami legfontosabb, ugye a szelídség, tehát a bizalom kiépítése. Na de ezt mondhatom a kutyánál is, csak ugye, hogy a kutya az ember legjobb barátja, vagy az nem véletlen
kapta ezt a címet, mert hogy nem túlságosan nem nagy háttérmunkával, ő akar velünk dolgozni. Ő kicsit elszalad, visszajön, ugye a madarak repülnek, tehát már az a dimenzió, ahol már mi nem tudunk utánuk menni. Na most itt most, hogy tollászkodik, ugye ez a legnagyobb nyugodtság egy madárnál, most egy kesztyűn, a sólyom tollászkodva itt a közeget kiiktatta, hogy nincs veszély. Na most, tehát a bizalom kiépítése is. Onnantól kezdve jöhetnek fölépítgetve már a tömeg, tehát ugye a több gyerek, ugye a visítás, a kacagás, a különféle fények, hangok. Hát ez, igen, tehát ennek a háttérmunkája, én azt mondom, hogy lehet, mondhatunk is, hogy hú, hát ez nagy dolog, de mi, hogy szeretem ezt csinálni, ez nekem nem is munka. Nekem az egésznek az a koronája, ahogy az előadás zajlik, hogy a gyerekek öröme, az arca, a mosoly, ez emiatt nincs munka, nincs háttérmunka. Nem hagyom, hogy kitérje a kérdés elől. Én nagyon jól tudom, hogy te azért hajnalba kelsz, elmész vele vadászni, szoktatni kell, hogy egyáltalán hát gazdájának, hogy nevezik ezt? Igen, ugye a madarak hang- és arcmemóriások, tehát ők teljesen tudják, hogy kinek a kezén vannak, meg hogy mit kell csinálniuk. Na most igen, tehát napi szinten foglalkozni kell velük, mivel hogy tényleg több madár van egyszerre ugye a tanítás alatt. Én tényleg azt mondom, hogy amikor nincsenek előadások, akkor tényleg ez a, mondjuk azt, hogy szintfenntartás, tehát hogy ők el is várják, főképp papagájok, akik ugye társas lények, ha nincs rá időnk, mondjuk így bármi oknál fogva, akkor is rájuk kell szállni akár azt a fél órát, 20 percet, mert teljesen, mint mi emberek, ugyanúgy kell elgondolni, hogyha megyünk haza, és akkor otthon vár a kis fiunk, nincs olyan, hogy nem megyünk oda hozzá, hogy hát szia, hát akkor itt vagyok, és akkor oké, hogy most még van egy kis papírmunka, de hát ő ezt várja. Ugyanígy várják a madarak is, kutyák, macskák, akinek van, azt ugyanezt tudná szerintem elmondani. Hát erre oda kell figyelnünk, ezt végig kell mondjuk persze csinálni, de hát a madarak ezt pontosan tudják, meghálálják az egész lényükkel, tehát nem akarnak otthagyni bennünket. Ugye volt most egy esetünk, egy Jákó papagája, hogy nem tudom, most elmondhatom-e esetleg, hogy ez hogyan zajlott, ez egy tényleg egy annyira kis aranyos sztori. Tehát van egy Ernő nevű Jákó papagájunk, egy 5 éves madár, aki kérdésekre válaszol. Tehát föltesszük a kérdést, papagáj válaszol. Van, hogy ő teszi fel a kérdést, mi válaszolunk. Na most egy oviban egy Ercsi nevű, tehát Ercsi településnek egy óvodájából elrepült ez a papagáj, és ugye kimentünk utána, kerestük, semmi nem lehetünk, egy egész délutáni keresgetéssel semmi. Hát ugye én úgy voltam vele, hogy biztosan egy kis madzag volt még a lábán, ugye, amivel megszökött, hogy föl fog akadni a valamilyen fára, a kutyamacska megfogja, hát ebből a madár valószínű nem lesz meg. Fölraktuk ugye a Ercsi oldalra, a Facebookra, lefotóztuk ugye a madarat, hogy őt keressük, ha valaki véletlen megtalálja, akkor ugye szóljon. Na most ugye ez 250 kilométerre van tőlünk, ez az Ercsi nevű település. Másnap, ugye telénekhoz hazajöttem, másnap hív az óvónő, hogy hívták a rendőrségtől, hogy a papagáj fölrepült a rendőrség előtti épületnek a fájára, és onnan kiabált a rendőröknek, hogy gyere már, gyere már. Na most ez persze véletlen, hogy a rendőrségre repült el, csak hogy milyen a sztori. Tehát a rendőrök hívták ugye az óvónőt, hogy gyere, hát itt van a papagájotok. Ő meg hívott, hogy oké, de hogy fogjuk meg? És ugye hát közben beszéltünk telefonon, ki lett hangosítva a telefon, és a papagájjal beszélgettem 250 kilométerről, ő kereste a hangom, hogy hol lehetek, nem látott nyilván ebből a pár emberben, hogy hol vagyok. Na most a kis madzagot, nyilván ezt ugye háttérből mondtam ugye a befogóknak, hogy a madzagra koncentráljanak, ne a madárra, mert hát a madár okos, ügyesebb lesz. Na és akkor így lett megfogva. Tehát nem akarnak ezek itt hagyni bennünket, ha jól van fölépítve ugye ez a bizalom. Menjünk egy picit bele azért a részletekbe. Mennyire nehéz beszerezni például egy héját, vagy mi az a, és akkor összetett kérdést teszek föl, melyik az a legnagyobb testű ragadozó madár, ami most nálad van? Tehát
Hát ami nekem van, ugye a héja, ami a legnagyobb ragadozó madaram, de ugye hát a sas, a szirti sas, ami még a solymászatra engedélyezik. Na most ezeknek már, ha megvannak azok a papírok, ugye mert hogy a védett, fokozottan védett madaraknál már solymász vizsgát kell tenni, na és azon belül sem lehet mindenféle ragadozó madarat csak úgy beszerezni. Ennek megvan ugye a solymászatban a szabályzat. Vándorsolymot, feldegsolymot, lannersolymot, karvajt, héját, meg szirti sas, amit solymászatra engedélyeznek, ugye nyilván van számtalan egerészőév, kékes réti héja, barna réti héja, tehát ezeket nem is engedik, tehát hiába van akármilyen papírunk. Na most ezeknek a megléte, nyilván ennek a papírnak a megléte az, ami jogosá, tehát engedélyeztetve, vagy engedélyik. És ezt is már csak tenyészetből lehet vásárolni. Tehát ezek a feltételek, hogyha adottak, ugye ezen belül még a természetvédelmi hatóság előírja a röbde méretét, ugye a repítéseket, sőt, még ilyen szomszédok aláírása, meg rendőrségnek a bejelentés kötelezettséget. Egy kicsit olyan kis procedúrásnak tűnik, de hát ennek ez az útja. Tehát ez nem úgy működik, hogy én kimegyek egy hálóval, fogok magamnak egy héját, vagy egy solymot? Ez nem így működik, abszolút nem. Sőt, még a jogszabály arról is gondoskodik, ugye, hogy a tollazatát, tehát a minden védett, fokozottan védett élőlény, ez most egy virágról is beszélhetünk akár, hogy annak származékát sem tarthatja senki, nem birtokolhatja. Tehát ha egy vándorsolyom tollat lel, most hivatalosan mondom, nyilván hogy a hatóság azért valamilyen szinten az elnéző szokott az ilyennel lenni, hogyha valaki talál egy tollat a természetben, azért biztos nem fogják megbüntetni, de elvileg a jogszabály előírja, hogy még a tollár sem birtokolhatja. Tehát ilyen szinten védik a most akár ezeket a madarakat, de hát mondom, egy fokozottan védett növényről is ugyanezt lehetne elmondanom. Tehát akkor a herisz héja, akkor visszatérve a kérdés, a herisz héja az a legnagyobb testű madár, ami most a birtokodban van. Van, így van. Meg galambász héja, az másik típus. És egyik sem magyarországi csak a herisz nem, az Dél-Amerikában honos, az összes többi európai madár. Tehát a sima héja, tehát régen galambász héjának hívták, most azt átnevezték csak héjának. Ez egy ilyen szürke testű madár. Aztán van a karvaj, ami a téli madáretetőkre szokott jönni, nem tudom, az ismered azt a fajta típust. Tehát ez a héjának a kicsinyített mása, mondom így. Tehát ez is Európa, tehát minden madarunk európai. Nyilván papagájuk megint csak persze, azok ausztrál, sőt afrikai, a jákó. És most egy ilyen picikét naív kérdés. Tehát mondtad, hogy a ragaszkodás az mennyi idő alatt alakul ki. Tehát például a herisz héját, hogyha holnaptól te elengednéd, akkor ő meg tudna élni a természetben? Igen, tehát ebből sok ilyen kérdés van, hogy hát ha befogják az ilyen madarakat, már hogy ugye szelidítés, és ez a madár elszokik a vadászattól, és ezt ha átgondoljuk logikusan, akkor nem is merül fel ez a kérdés. Ugye amikor kimegyünk solymászni, tehát a solymászat ez idomított ragadozó madárral való vadászatot jelent, ugye amikor a madarunk be van tanítva, és nem a vadászatra kell betanítani, mert az bennük van. Nyilván a kézzel nevelt fiók a kortól embert látott, ott már végig kell vinni egy tanítási folyamatot, hanem onnantól ugye a repítés, a napi repítéssel az izmait kell fejleszteni, ugye a tüdejét, a szívét, a keringését, tehát neki fel kell építenünk ezt a madarat úgy, mint hogy egy vadfácán ne tudjon elmenekülni ugye előle. Na most, amikor kint vagyunk, ő vadászik, ő megfogja a fácánt, mondjuk, vagy egy héja nyulat, és mi oda megyünk, mondjuk azt, hogy becsapjuk, tehát mi az otthonról hozott húst adunk neki, tehát megjutalmazzuk, ugye náluk a jutalom, ez a hús, tehát az evés a jutalom, jó minőségű galambnak a melehúsával, napos csirkével, tehát tényleg kedvezünk a madarunknak. Na most viszont, ahogy mondom, megfogta már a nyulat, na most így jutalmazunk. Aztán ugye persze eltesszük a nyulat, ő már azt nem látja, mert a solymászta viszonyában belekerül. A madarunk teli vegyet kapott, megjutalmazva, mondjuk azt, hogy elégedetten megyünk haza. Tehát akkor ők megélnek, mi vagyunk neki ott koloncnak, talán mondjuk így, mert hát ő ezt megfogta már a nyulat, ő neki már ez
neki az életben maradása, az teljesen elég. Közben a nyulat azt te fogod megfőzni, ő megeszi a csirkemelet. Így van, ő meg a jutalmat megeszi, így van. Értem. Tehát ezt így kell, ugye, és akkor végig gondoljuk, akkor ez tényleg, ugye, hogy nem fordítva történik, hogy ő már nem tud megélni, ha elrepül, akkor jaj, hát akkor meg fog dögleni. Azt mondom, talán a papagájoknál télen. Az simán el tudom képzelni, hogy nem lel élelmet. Na most, ha nem lel élelmet, ugye ezt megint tudjuk a cinkéknél, akik vadmadarak, hogy, és ugye folyamatosan halljuk főképp tél idején, hogy aki elkezdi a cinkéket etetni, akkor nem lehet csak úgy, hogy másnap abba hagyja. Tehát most vagy végigcsinálja, vagy nem. Itt most nem a mínusz 1-2 foknál van probléma, mert azokat még szépen keresgélnek azért még kaját. De ha mínusz 10 fok van, és egy 10 centi hóval megfűszerezett telünk van, és a cinkék oda kaptak már az etetőnkre, és egy napot nem adunk nekik enni, olyan gyorsan anyagcseréljük, hogy nem tudnak hirtelen annyi kaját leelni, mint a mínusz 10 fok, ami leszívja mondjuk az energiájukat, és akkor ők is képesek megfagyni. Ugye egy madártolla, vagy madárszervezetnek a hőmérséklete 41 fokos, nekik ezt a 41 fokot kell fönntartani nap mint nap. Na most egy papagájnál ugyanígy egy téren el tudom képzelni, hogy nem élné túl a telet. A nyáron semmi gond, esetleg a ragadozó madarakkal kellene megvívni, amit még nem, ő még ezt nem találkozott, ugye nem volt neki ilyen élménye. Beszéljünk egy picikét rólad, hogyha ugye madárfanatikus vagy, ezt azért így mondhatjuk, ugye mondtad, hogy mindenféle madarad van, és ugye így a beszélgetéseink során azért az lejött, hogy mindegyiket ismered is kívülről belülről. Viszont lenne egy olyan kérdésem, hogyha elmondtad, hogy a solymász engedélyedhez milyen madarat lehetne még beszerezni, vagy mit lehet tartani. Van-e olyan madár, ami neked ilyen nagyon, nagyon közel áll hozzád, és azt mondod, hogy nagyon örülnék, hogyha lenne egy szirtishason, vagy nem tudom, nem jut eszembe sokkal nagyobb. Igen, tehát nincs is. Igen, most ahhoz, hogy nagyságot mérve mondjuk, talán azt mondom, hogy nem. De nem a méret a lényeg? Nem a méret, mert ugye itt már most tudom a kiképzését is. Na most azért tudni kell, hogy egy sólyom, most csak egy sólyom, aki a kezemben van, ő csak egy, nincs egy kiló. Na most oké, simán el vagyunk, mert már a madarunk teljesen tudja, hogy mi fog következni, tehát ő teljesen nyugik. De amikor elkezdődik a tanítás, akkor ők azért aggódnak. Tehát nem mindegy, hogy egy kilós madarat fogunk a kezünkön, és napi 3-4-5 órát is sok esetben, vagy egy szirtisas tojó, aki lehet 8 kiló is, és a karmok, ugye hát nem ekkora karmai vannak, hanem 6 cm hosszúságú, és 300 kilopont szorítási erőt képes egy emberi válcsontot összeroppantani, egy szirtisas tojó például. Na most oda kell figyelni ezekre a tanításokra, most ezt nem azért mondom, lehetetlen, csak nagyon madár, és Nem voltam elég pontos. Igen. Tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy most akkor bemutatás jelleggel, vagy nem. Tehát, hanem csak, hogy mi a kedvenc. Igen. Tehát, hogy nem is azért, hogy most megtanítsd karikát visszahozni, vagy karikán át repülni, vagy jósolni, mint a papagájok, hanem egyszerűen, ami úgy nyilván a sólyom is, ugye minél többet megtud róla az ember, annál jobban érzi, hogy mennyire egy tökéletesen fölépített élőlényről van szó. Biztosan így van ez a nagyobb testű, vagy... Igen, tehát igen. Igazából tényleg nekem minden madár egyforma. Vagyis nem egyforma, hanem minden madárban van valami, amit csak ők tudnak. Tehát ugye pont egy beszélő Jákó papagáj, hát ő a beszédkészség, a beszéd utánzás, a fölfogó képesség, amibe azt mondom, nincs párja, ugye a heriszéjának ez a bemutatások, ugye a tömeg, mert ugye a heriszéjának például az a tulajdonsága, hogy csoportban, falkában vadásznak. Tehát Dél-Amerikában él, ott nem ugye megint csak ilyen sivatagos, fél sivatagos terület, nekik mindent meg kell tudni fogni, hogy túléljék a mindennapjaikat. Na most, ha egymaga vadászik, nincs akkora esélye, ugye most csak képzeljük el, jön egy nyúl, ugye a kis héján kiszúrja ezt a nyulat, hát a nyúlnak rejtőszíne van, gyorsan bebújik egy kis bozótosba, ott meglapul, a héja nem leli meg. Na most ezek a madarak összeállnak 10-12 vegyes korosztályba, és lemennek. Tehát a fiatalok lemennek, és gyalogosan megpróbálják kizavarni a nyulat ebből a rejtekhelyről. Ott az öreg madarak ugye körbeülik a menekülési útvonalat, figyelgetnek, merre jöhet ki a nyúl. A nyúl ugye nyilván kiugrik, mert megijed.
nyílt térség irányába a fiataloknak, ugye még csak tanulni kell a vadászatot, tehát a nyúlnak a megfogását, még azt csak meg kell nekik tanulni, tehát ezt nem tudják egyből tökélyre fejleszteni, csak gyakorlás alatt. És akkor szépen imitált támadás, a nyílt térség irányába zavarják, jönnek az öreg madarak, akik megfogják, akik már ugye, most mindegy, persze, hogy mennyi nyúlat fogtak már meg, de hát akik már profik ebben, na most a farkas törvények szerint osztozkodnak. Tehát akkor az utolsó, legfiatalabb egyed is kapni fog ebből a nyúlból. Na most ezáltal ez a héja fajta teljesen alkalmazkodik ezekhez a tanításhoz, hogy tudja hirtelen, hogy mi lesz a feladata. Tehát hamar fölfogja, hogy a csoportba kell neki beépülni, a csoportban én vagyok az egyik, akire figyelni kell, és őket tényleg könnyű megtanítani egy ilyen bemutatásokra például. De hát ugyanúgy a kis karvaj, tehát most mondhatnám tényleg mindegyiket, mert mindnek megvan az a fajta, nem tudom, életviteléhez megfelelő tudása, amivel az, hogyha mi arra rágyúrunk, nyilván ismerik el madarat, akkor abban eredményeket lehet elérni, és tényleg ilyen bámulatos eredményeket. Jelen pillanatban hány madarad van otthon, vagy hát a telepen? Igazából nem nagyon sok. Azt hiszem 7 fajta madár gyakorlatozik nap mint nap. 7 fajta, igen. De hát papagájból is sokkal több van. Igen, már most 7 fajta, nagyjából ennyi. Már most nincsenek azok, mint régen voltak ezek a nagy röpdékben, ugye, hogy szaporítás céljából is akár voltak tartva madarak, ezek már most átalakultak csak. Most azt mondom persze, hogy tehát a kettő nem lehet egybevinni, hogy a tavasszal indul a madaraknál a párzás idő, erre ilyen lágy jeleséggel fölkészíteni, ott kell lenni, akár sok ilyen kis komplikációk lépnek föl ebben a párzási időszakban. Na most akkor van a legtöbbet általában ugye a menőkénk, és a kettőt nem lehetett egybevinni, és én úgy döntöttem, hogy maradnak a foglalkozós madarak, és akkor a többiekkel, meg hogy azok... Tehát nincs olyan akkor, hogy most túl sok papagáj van, és akkor megvan az eleség a sólyomnak. Ja, igen, nincs ilyen. Tehát nem keverjük a... Nem keverjük, tehát nem papagáj etetjük a sólyomat. Igen. Hát én a gyerek és a felnőtt előadásaidhoz is nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm szépen, hogy elhoztad és megmutattad nekünk az egyik madaradat. Sok ilyen bemutatót kívánok. Köszönöm, még. Én köszönöm, itt lehettem, aztán örömmel jöttem el hozzátok. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és egy rövid szünet után folytatjuk. Nagy riporttal folytatjuk. Vendégem az a Varga Csaba, aki Nagyváradról érkezett hozzánk, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Varga Csaba, aki nem tudná, hegymászó, bár nem hegymászónak mondod magad, ugye építészként dolgozol a hétköznapokban, és valamikor úgy döntöttél, hogy te hegymászó leszel. Hogy alakul ki valakiben az, hogy elkezdi megmászni a hegyeket? Hát... Igazából ez egy körülbelül 20-21-1-2 éve kezdtem el túrázni, a természetet felfedezni. Hát először a szűkebb Pátrián volt a Belenyes környékén és a Bihari hegységet, és hát utólag a Kárpát-medence magasságait is végigjártam. Aztán az Alpok, és így szépen lassan kezdem bejárni az egész világot, és próbálok minél magasabb hegyeket megmászni, minél nehezebb utakat esetleg, úgyhogy igen. Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy eleinte ugye túrázásról volt szó, utána már volt benne egy kicsike mászás, illetve mik azok a fokozatok, amikor már úgy érzi az ember, hogy tud feljebb lépni? Igen, nagyjából így, hogy elkezdtem túrázni, természetbe járni, hát ilyen 10 éves koromban, és hát utólag kezdtem el mondjuk a Révi-szorosban, vagy a Tordajosodéknál sziklát is mászni, és egy, valahogy így alakult ki a kettőből, úgymond a hegymászás szeretete, és ami ez egy nagyon komoly hobbi, tehát nagyon sok időt rá szentelek, úgyhogy hát így szépen, lassan, de biztosan kezdtem el gyűjteni a különböző hegycsúcsokat, nehezebb utakat, de hát még van hova fejlődni.
Beszéljünk egy picit a lépcsőkről. Tehát mikor volt az, amikor ugye említetted, hogy fokozatosan mentél fölfelé, és melyik volt az, amikor úgy érezted, hogy na most igen, egy nagyot léptem. Itt gondolom a hegy magassága, vagy a megmászási nehézség számít ilyenkor? Hát igazából a hegymászás, mint olyan, mint sport, ugye nagyon sok rétegből, nagyon sok kisebb alcsoportból áll. Van sziklamászás, van nagyfalmászás, van jégmászás, mixed mászás, van expedíciós mászás, tehát hogy valamilyen szinten mindegyiket próbálom művelni, de amiben úgy igazán otthon érzem magam, ez az ilyen magas hegyek, expedíciós mászás, de hát ahhoz, hogy egy hegymászó, egy teljes körű hegymászó legyen, azért mindenben valamilyen szinten jártas kell, hogy legyen, tehát hát az ilyen sziklamászástól kezdve a magas nagyfalmászás, vagy mixmászás, jégmászás, tehát mindegyikben szerintem legalábbis valamilyen szinten jártas kell legyen a hegymászó, és akkor tehát én ezekben az expedíciós mászásokban hát érzem úgy igazán, a 8000-eset világában érzem úgy igazán otthon magam, és hát ebben vagyok a legeredményesebb. Ugye 14 darab 8000 feletti hegy van a világon, ha jól tudom, és neked volt szerencséd már az ötödiknél járni ugye az elmúlt hónapokban. Mit éreztél, mikor az elsőt sikerült meghódítani? Hát az elsőt 2013-ban sikerült megmászni, Pakisztánban egy alacsonyabb 8000-es, ez a Gashembrum 2. Hát nagyon boldog voltam, és hát úgy éreztem, hogy jó úton járok, és hát a hegymászásnak ez az alfaja, tehát ez az expedíciós 8000-es mászás úgy nekem való, és ebben igazán jó tudok lenni, hogyha kellően edzek rá, úgyhogy hát boldog voltam, jól éreztem magam. Jelent az valamit, hogyha az ember tudja azt, hogy ez egy 8000 feletti hegy? Vagy ugyanannyira nehéz, mint hogyha 6900-7900-as hegyet mászna? De presztízs kérdésből ez... Nem, hát igazából ezeket a magas hegyeket, az igazi kihívás bennük, hogy oxigénpalasz nélkül mássza meg az ember, úgyhogy aklimatizálódik rájuk minél jobban, tehát szoktatja folyamatosan a szervezetét a kevesebb oxigénhez, hiszen ezáltal sokkal nehezebb. És hát nyilván minél magasabb, annál nehezebb, de én egyenlőre csak a standard utakon másztam meg 8000-eseket, viszont egy hegynek nagyon sok lehetséges útvonala, oldala van. Vannak nagyon nehezek is, azokat van, amelyeket sosem mászták meg, vagy nehezebb útvonalak, amelyeket nagyon ritkán másszák. Tehát én egyelőre csak a standardokon jutottam fel, de mindig oxigén palack nélkül és terhordók nélkül, tehát úgymond saját erőmből aklimatizálódtam és jutottam fel, és hát igen, itt önmagában a magasság is egy fontos tényező, és ez is megadja a magasságát egy ilyen hegynek, vagy nehézségét egy ilyen hegynek, hogy minél magasabb. Tehát 2013-ban volt az első, és akkor gyakorlatilag mindig kitűzöl egy következő célt, vagy van olyan benned is, hogy most akkor te mind a 14-et meg szeretnéd mászni, vagy mindig csak a következő expedícióra koncentrálsz? Hát ilyen most, hogy mind a 14-et nem tudom, még csak 5 van. Hát nyilván valami ezen az úton járok. Viszont hát fontos lenne, hogy, és hát szeretnénk a jövőbe esetleg nehezebb utakat is, nem csak standard utakat, vagy nehezebb oldalakkal is próbálkozni, esetleg új utakon feljutni a 8000-esekre, hiszen ez is egy nehézsége, és egy kihívása, és egy különlegessége ezeknek a hegyeknek, úgyhogy hát igen, tehát nagyjából minden évben kitűzök magamnak egy-két célt, és azokat próbálom teljesíteni. De az is előfordul, hogy az út közben jönnek ötleteim, és akkor próbálok ahhoz képest igazodni. De igen, valamilyen szinten azért, főleg, hogy ezek pénzbe kerülnek, hát elő kell teremteni az anyagi hátterét egy ilyen expedíciónak,
És akkor nyilván tudni kell, nem lehet pont egy-két héttel azelőtt eldönteni, hanem úgy valamilyen szinten előtte kell eldönteni, hogy hova szeretne menni az ember. Segíts egy picit annak, aki nem tudja, hogy ez hogy épül fel. Hát Varga Csaba megy oda és mássza meg azt a hegyet. Nyilván egy teamről van szó, tehát egy csapat kell ahhoz, hogy te eljuss mondjuk akkor Pakisztánba a hegy lábához. Itt ugye nem csak pénzről van szó, tehát nem csak arról szól az egész, hogy kell x százezer, x millió forint ahhoz, hogy eljuss oda és fölmehess, hanem engedélyeket kell beszerezni, kell hát nagyon sok mindent utána van kell olvasni. Van egy logisztikai cég, aki mindent ezt megoldja. Tehát akkor minden tényleg csak pénzkérdés, és ők és kvázi megcsinálnak mindent. Hogyan tudsz készülni egy ilyenre? Mondtad, hogy az oxigén hiányos állapot az, ami nagyon sokat számít, illetve ugye az erőnléti edzések. Itt konkrétan mászásról van szó, vagy kardiózás, vagy... Hát igen, jól látod. Hát nagyon fontos a futás, a terepfutás, minél hosszabb, minél többet, annál jobb, emellett különböző erőgyakorlatokat, de a legjobb az, hogyha minél többet a hegyekben van az ember, és hát minél többet, nem tudom, mászik sziklán, vagy jégen, vagy bármi egyéb. De emellett, tehát ugye az ilyen háttér edzés az maga a terepfutás, tehát az a kardió, ahogy te is mondtad, ami a legfontosabb, és emellett vagy a teremben, mászóteremben, Váradon, vagy kint a természetben mászni, túrázni, akár túrasízni, minden, ami csak szóba jöhet. Szezontól függően nyilván, úgyhogy igen. Amikor te készülsz egy expedícióra, akkor ütemterv szerint csináltok mindent, tehát megvan, hogy mikor mennyit kell egy, tudod azt, hogy milyen szakaszok lesznek, tehát ezt mindent tudsz előre. Most akkor mindig térünk vissza például Pakisztánhoz. Pakisztán az első magas hegyed volt, ami külföldön volt? És azért kérdezem mindig a külföldet, mert ugye az ember, hogyha mondjuk akkor Várad környékén, vagy Romániában, vagy Magyarországon, nyilván függetlenül attól, hogy gondolom beszélsz angolul, csak nem saját környezetbe vagy, mégiscsak előjönnek olyan dolgok, amik nem várt problémákat okozhatnak. Mennyire nehéz felkészülni egy külföldi expedícióra? Hát lényegében nem, tehát hogy mondjam, az, hogy külföldi vagy itthoni, tehát nem itt van a különbség. Nagyjából, ha elmegy az ember Pakisztánba, annyi, hogy vízumot kell szerezni, és akkor mondjuk ez egy plusz út Budapestre, a követségre, hogy megkérje a vízumot, de például Nepálban a repülőtéren kell megvenni a vízumot. Tehát ez is egy eléggé egyszerű. És hát igen, nagyon fontos az edzés. Hát ilyen... Valószínűleg úgy lenne a legjobb, hogy ilyen edzéstervek alapján és ilyen minden napra beosztva, de nem így működik, hanem hát nyilván inkább úgy, amikor az időm megengedi, és akkor tudok edzeni minél többet. Úgyhogy nincs egy ilyen nagyon profin összeállított edzésterv, de hát már ezt csinálom körülbelül 10 éve, úgyhogy ismerem már a szervezetemet, és tudom, hogy mikor kell ráerősíteni, mennyit kell ráerősíteni, és ez alapján inkább így a test szervezetemnek a hangját próbálom hallgatni, és akkor ez alapján edzeni, úgyhogy... Ez azt jelenti, hogy erőnlét szempontjából akkor nem csak hogyha már ugyanezt a szót használtuk, a kardiózás, hanem arra is oda kell figyelni, hogy mit eszel, mennyit alszol, tehát mennyire figyelsz az egészségedre? Hát igen, minden kis részlet fontos lehet, úgyhogy igen, kell ügyelni a súlyodra, az izomtömegre, mindenre. De hát nem mindig ügyelek olyan szinten, ahogy kéne, de hát próbálok minél többet a természetben lenni, és ez így elég. A 8000-es csúcsaidat, hogyha figyelembe veszük, akkor melyik volt az, amelyik a fizikálisan, vagy fizikailag a legnehezebb volt?
Hát mindegyik elég nehéz, ugyebár oxigén nélkül. Hát nem is tudom, volt olyan, amikor nem voltam én elég edzett, tehát ennek ellenére hát végigmentem, de mondjuk többet szenvedtem, hát talán a manászló, vagy nagyobb olyanok voltak a körülmények, hogy sokkal nehezebben lehetett haladni, nagyobb volt a hó, de mindegyik elég nehéz volt, úgyhogy nem volt ilyen könnyű egyik sem, úgyhogy attól függ, hogy milyen, abban az időszakban mennyire vagy erős, mennyire vagy edzett, úgyhogy. Most, hogyha egy expedícióról beszélünk, akkor ugye ezt már kérdeztem, de próbálom picit pontosítani. Tehát látod előre, tudod előre az etapokat, hogy hol van a pihenőtábor, hol van az a szakasz, ahol lehet úgymond menni, van, ahol mászni kell, van, ahol kifejezetten kötéllel kell. Hogy jönnek ezek a nehézségi fokozatok? Tehát tudod azt előre, hogy igen, ezen a szakaszon biztos, hogy jégcsákányt jár, vagy nem is tudom, most nem szeretnék butaságot kérdezni. Tehát nyilván gondolom, hogy ezek nem olyanok, hogy fogja az ember a hátizsákját, és elkezd sétálni fölfelé, és akkor, hogyha elfárad, megáll. Hát nem, hát valamilyen szinten dokumentálódik az ember, mielőtt belevág egy hegybe, hogy ottan az mennyire nehéz, mennyire technikai, minél több információt próbál begyűjteni ebben kapcsolatban, és de hát ezek hogy nem tudom, jégcsákány, meg ezek alapvető standard dolgok, tehát ezek mindig nálad kellő legyenek, mikor egy expedíción vagy egy hegyen vagy. Úgyhogy persze mindig hát ezek a standard dolgok nálad vannak, és hát nyilván annak függvényében, hogy mennyire technikás a hegy, mennyire jeges, akkor azon felül még olyan eszközöket visz az ember, hogyha olyan problémákkal találkozik, hogy ezeket tudja áthidalni nyilván a tapasztalata erejével és hát az eszközeivel, úgyhogy így. Lenne egy nagyon egyszerű kérdésem, és nem megbántásképpen. Tehát az ember alapvetően nem szereti a hideget, és fél a magasságtól. Mi visz rá valakit arra, hogy elmenjen egy 8000 méter magas hegyre, ahol marha hideg van, és még a fogát is ott hagyhatja, és azon kívül, hogy egy sport eredmény, de lehet, hogy az életével játszik. Tehát kell ehhez egy nagyon komoly fanatizmus, de biztos vagyok benne, hogy van egy olyan válaszod, ami neked mindig erőt ad ahhoz, hogy elindulj a következő hegyre. Hát egyrészt nincs mindig hideg, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy itt végig hideg van. Éjjel szokott nagyon hideg lenni, de mikor süt a nap, akkor nagyon meleg is tud lenni. És hát egy igazából egy ilyen felfedezés az egész hegy, oda eljutni, maga csak az útvonal, a trekking. Hát ez önmagában a kaland, a felfedezés, hát a sportteljesítmény is, ami benne van egy ilyen expedícióban, és abban a vágyban, hogy ide eljussál. És hát igen, valami ezt így példát is próbál mutatni az ember avval, hogy a magyar zászlót felviszi ilyen helyekre, és hát motiválni próbálja a Kárpát-medencei magyarságot, hogy maradjon meg magyarnak a szülőföldjén. Úgyhogy ezeknek az ötvözete a sportteljesítmény, kalandvágy, érdekesség, nyilván valami aztán sokkal jobban felértékelődik ottan az ember élete, meg minden gesztusa mind itten így a kényelembe, úgyhogy igen, úgy mindennek a mindenből van egy kicsi, úgyhogy egy kis élet, élni akarás, meg... Ez mennyire magányos sport ez? Értem én, hogy ott ugye sokan vannak, meg már nem arról szól, hogy Varga Csaba elmegy, és akkor 3 hétig nem lát embert, csak megy föl a hegyre.
De annak ellenére ugye te nem csapatba dolgozol, tehát nem az van, hogy tizen elindultok, és akkor segítitek egymást. Mennyire van ilyenkor lehetőséged, vagy mennyire tudsz egy picikét magadba fordulni, és mennyire magányos sport ez? Hát valamilyen szinten igen, de azért nem mondanám magányosnak, ott azért elég sok egyéb hegymászó van, akivel csapatot lehet alkotni, és annyira nem magányos sport. Tehát nem. Én is ugye egyedül megyek innen, de hát ott mindig valakivel vagyok, és csak annyi, hogy mivel úgy annyira nincsenek a környezetemben olyanok, akik ilyenekre jók lennének, vagy vállalkoznának ilyenekre, akkor egyedül kell, hogy elinduljak, de ott már nem vagyok egyedül, úgyhogy nem magányos sport. Mondtad, hogy annyira nincsen hideg, de azért lehet nagyon hideg. Gondolom, ide speciális felszerelések, és akkor most nem a jégcsekányról beszélek, hanem akár ruházatról, akár olyan kiegészítőkről, amik gondolom nem szerezhetők be bármelyik sarki boltba. Mi az, ami úgy tényleg a legfontosabb, hogyha elindulsz egy ilyen helyre? Volt már olyan, hogy Nepálban egy bakker, otthon hagytam a kesztyümet, tehát hogy vagy a maszkomat. Lehet ott is vásárolni, de hát nyilván a ruházat az fontos. És hát vannak ilyen különböző pihekabátok, ilyen ismert márkáktól, és meg lehet őket akár boltokban is venni, meg főleg neten meg lehet rendelni a különböző ilyen meleg pihéből gyártott kabátok, meg ilyen overallok, hálózsákok, sátrak, amelyek könnyűek, de mégis strapabíróak, és hát ezeket egyszer megveszi az ember, és aztán még csak úgy foltozgatja, vagy ha megjelenik valami még újabb, még könnyebb, még erősebb, akkor esetleg azt. De most már eléggé ki van épülve erre egy elég komoly iparág, úgyhogy szinte bárhonnan lehet rendelni, nem bárhonnan, de azért vannak nagyon sok ilyen outdoor boltban lehet ilyeneket rendelni. Mennyire hosszú egy ilyen expedíció? Tehát onnastól kezdve, hogy elindulsz Nagyváradról és visszaérsz egy sikeres csúcstámadással? Hát eddig a leghosszabb, ami volt, az majdnem 2 hónapig tartott, és hát a legrövidebb 23 nap. 2 hónapig? Hát igen, mert igen. Tehát ugye idén volt az Everest, és ez hát április 8-án indultam, és június 4-én értem haza. Ez tervezettem volt ilyen hosszú? Hát igen, mert rossz idő volt sokáig, várni kellett. Igen, tehát hogy ez egy ilyen hosszú expedíció volt. És hát a másik ugye a Daulagiri, ami ősszel volt, és az 23 napig tartott, tehát 3 hét. Budapestről Budapestig, úgyhogy az meg az egy nagyon rövid expedíció volt, és hát egyébként hát egy ilyen 3 és 5 hét körül én inkább ilyen rövidre szeretem őket fogni, hogy minél gyorsabban haza tudjak érni, és hát most kivétel az Everest, ami egy kicsit hosszabb volt, úgyhogy segíts egy picit, hogy kell ezt elképzelni, akkor, hogyha a Mount Everestet mondtad, akkor van lent a hegy lábánál egy bázis, ahonnan mindenki elindul, és tudva van, hogy akkor x méter fölött van egy bázis, két bázis, ezek föl vannak építve. Gondolom, hogy megint csak ugyanarra az etapokra gondolok, hogy mindenki ugyanazok az etapok szerint megy föl, ugye az oxigénellátás miatt, mármint a akklimatizáció miatt. Ezek mennyire boríthatók föl ezek a standard etapok? Tehát lehet olyat csinálni, hogy te nem úgy szeretnél menni, mint ahogy az elő van írva? De nincs előírva, tehát azt csinálsz, amit akarsz. Nincsenek ilyen táborok se. Mármint te ott oda teszed a sátrat, és ott alszol, ahol neked jól esik. De nyilván azért nem árt, hogy olyan helyeken, amelyek valamilyen szinten
hát nem is tudom, biztonságosabbak lavina, meg szél, meg egyéb szempontokból, úgyhogy... De lényegében te döntöd el, hogy mikor, hova mész. Általában, hogyha nem használsz oxigént és saját magad aklimatizálódsz, akkor ugye több ilyen kört kell, hogy tegyél minél feljebb, aztán lemenni az alaptáborba, kipihenni. Akik használnak oxigént, és hát ez a 99%-a, ők meg egyszer felmennek a kettes táborig, kb. 6500-ig, aztán lemennek az alaptáborba, és aztán várják a jó időt, és hát már a kettes táborból szoktak oxigént használni, és onnan megmászák a csúcsot. De hát az, mondom, az egy más. Tehát egy oxigénpalackkal szinte mindenki meg tudja mászni, még a Mount Everestet is. Úgyhogy. Tehát ez mondom, hogy a kihívás az, hogy oxigénpalack nélkül. Ja. A szervezet szempontjából fontos ez nagyon, hogy oxigénpótlás legyen, vagy ugye itt nem beszéltünk a serpákról, tehát hogy viszik-e a csomagodat, vagy nem viszik. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon fontos ez, hogy mennyire tud a szervezeted átállni arra az oxigén hiányos környezetre? Hát nem, tehát hogyha használsz oxigént, akkor olyan, mintha egy burokba lennél, és nem lennél 8000 méteren, hiszen a te szervezeted sokkal több oxigént kap, mint a természetben található. Úgyhogy mondjuk a szervezeted 4000 métert érzékel, pedig te 8000-en vagy. Úgyhogy ezért mondom, hogy ott meg sokkal több az oxigént el, szóval már mi 4000 méteren 8000-hez képest. Úgyhogy ezért mondom, hogy az igazi kihívás és nehézség, hanem hogy a saját környezetében juss el fel egy ilyen hegyre, nem hogy így használjál oxigént. Ez neked elvi kérdés egyébként? Hát nem, de mondom, anélkül bárki meg tudja őket mászni. Én feltétel nélkül hiszek neked, de nem vagyok benne biztos, hogy bárki fel tudja. Hát nagyon sokan az biztos, hogy meg is mászák az Everestet is, több százan évente. És azért kérdezem, bocsánat, még egyszer, tehát ez elvi kérdés? Tehát akkor biztos, hogy te a következő 3-5 expedíciódon sem oxigénpalackkal szeretnél mászni? Hát igen, nem, eddig sem használtam, úgyhogy jövőben sem szándékozom használni ilyen pótlagos oxigént. Tehát nincs avval baj, ha valaki használ, de mondom, az igazi nehézség és kihívás az, hogy ne használjál oxigént, és önmagad aklimatizálódjál ehhez a magas hegyi környezethez, hiszen azért mész magas hegyekre. Úgyhogy ez az igazi kihívás benne, gondolom. Beszéljünk egy picikét egy konkrét expedícióról. Amikor, ugye erről is beszéltünk, hogy nem használsz serpákat, tehát nem használsz, mi is a szép megnevezése, tehát segéd... Teherhordókat, köszönöm szépen. Amikor összeállítasz egy csomagot, és azt mondod, hogy 23 vagy 25 napra tervezel valamit, akkor gondolom, be van tervezve, hogy mennyi ételt kell vinni, mennyi, nem tudom, takarót, vagy szerintem fogalmam sincs, hogy miket kell elvigyetek, vagy főzési lehetőségetek van, és akkor beüt egy olyan dolog, hogy hoppá, hát mégis inkább 2 hónapig vagy ott. Fel lehet készülni ilyen jellegű kiugró különbségekre? Hát, tehát mikor én elindulok egy ilyen expedícióba előtte, hát egyeztetek egy ilyen logisztikai céggel, aki megszervezi az expedíciót. Tehát ez azt jelenti, hogy várnak a repülőtérre, megszervezik az utat az alaptáborig, ők építik fel, mert minden expedíciós cégnek van egy saját alaptábora, és ott mindenki kap ellátást. Persze a saját lábodon teszed meg az utat az alaptáborig, mondjuk az utolsó faluig, tol, ugye az alaptáborig, ami lehet egy hét, lehet 3-4 nap, attól függ, hogy milyen hegyről beszélünk. És akkor az ember megérkezik az alaptáborba, ami körülbelül hát 4-5 ezer, akár 5600 méteren is található, és lényegében onnan kezdődik a hegy. Tehát addig vagy egy gletszeren van, tehát így lassan így mész felfelé, kis ösvényekkel, és megérkezel egy helyre, ami az alaptábor. És
És akkor ott van ellátás, ott kapsz ételt, ott vannak szakácsok, akik persze mindenki sátorban lakik, egy ilyen sátortábort kell elképzelni, és ottan körülbelül 30-35-40 napod van ahhoz, hogy megmászd a hegyed, és te döntöd el, mikor mész, hova mész, és a hegyen ott meg teljesen egyedül vagy. És akkor te, mikor felmész a hegyre, te csak a hegyre effektíve, mikor felmész az 1-es, 2-es, 3-as csúcstámadásra, kell vigyed a saját felszerelésedet, és ételedet, gázfőzőt, gázt, hogy amiből te élelmet főzöl, teát főzöl, vizet, forraljál, stb. Úgyhogy te nem kell az egész, nem tudom, egy hónapra gondoskodjál mindennapi ételedről, hanem csak amit az hegyen fogyasztasz. Ez ami van, mikor ennek az egész időnek több, kevesebb, mint a fele. Hiszen pihensz az alaptáborba, ott várod a jó időt, és akkor mész, mikor jók a körülmények. De van, mikor egy hétig vársz az alaptáborba, van, mikor egy napig vársz, van, mikor akár többet, mint egy hét, van, mikor két hétig. És akkor ott mindened megvan, hát mindened. Hát ilyen háromszor van étel, tea, tehát bármi. Igazából már nagyon sokszor étkezhetsz. Meg ilyen különböző kekszek, meg mit tudom én, tea. És akkor maga a hegyen vagy te egyedül, úgymond, hogy te kell gondoskodjál a saját ellátásodról. De hogyha nincsen teherhordód, akkor a két tábor között is neked kell vinni a csomagot. Hát az alaptábortól felfele. Uh-huh. Az alaptáborig vagy összférekkel, vagy akár jakokkal, vagy emberi erővel, vagy helikopterrel elviszik a csomagjaidat. És felfelé a hegyen cipelette a felszerelésedet, és a sátraidat, és a hálózsákot, és minden, ami kell. Ami az a lényeg, hogy minél minimálisabb legyen, minél kevesebb, minél könnyebb legyen, hogy ne fáradjál el. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy minél kevesebb dolgot vigyél fel, de azért ne legyen hiányod semmiben, tehát hogy már úgy kialakul, hogy tudod, mit kell vigyél. Eltervezett, hogy felmész egy 3-4 napra, akkor annak függvényében, hogy te mennyit eszel, meg hogy eszel. Itt általában ilyen kisebb instans levesek, ilyen egyszerűen csak rátöltöd a forró vizet, és akkor már kész az étel, ilyeneket kell elképzelni. És akkor ezeket felviszed a hegyre, és akkor ottan általában ugye egyszer eszel, annyira nem vagy éhes, úgyhogy ennyit. Így az elmúlt éveid során volt-e már olyan, hogy megingott a lelkesedésed? Voltál-e már mondjuk, gondolom egy olyan szakasz után, vagy ne adj Isten, egy életveszélyes szituáció után, nem gondoltad azt, hogy visszamegyek én a tervezőasztal mellé? Hát mindig visszamegyek, de nem volt. Úgy értettem, hanem hogy elég volt ebből. Hát de mikor ilyen ilyen sikertelenség van, meg olyan körülmények vannak, és nem tudom, rossz idő van, az ugye elviszi a motivációdat, és hát sokszor időpazarlásnak éli meg az ember, és sokszor volt, hogy azt mondtam, hogy ez inkább csak ilyen pénzidőpazarlás, úgyhogy inkább lehet, hogy jobb lenne, hogy csak az Alpokban nehezebb dolgokat csinálni, de hát aztán eddig sikerült tovább lépni ezeken ilyen pontokon. Meg főleg, mikor valami olyasmi történik, ami nem rajtad múlik, vagy hát ilyen. És akkor úgy érzed, hogy hiába vagy te a legjobb formádban, mert effektíve nem rajtad múlik, és például ilyen volt a mostani Everest is, hogy nincs jó időablak, vagy nagyon szeles, és akkor nincs igazi esélyed, hogy megpróbáld, és ilyenkor hát csalódott rossz vagy, hogyha nem tudod a csúcstámadást? Persze, igen, hát nagyon csalódott, igen, hát. És akkor hazajössz, és akkor eltelik egy kis idő. Hát eddig így volt, hogy igen, eltelt egy kis idő, és akkor így átgondoltam, és akkor mégis még folytattam. Hát most ugye ez meddig lesz, nem tudom, de sokszor van ilyen, persze.
De általában, hogyha siker van, az meg pont az ellenkezője nagyon lelkesítő tud lenni és motiváló a jövőt nézve, úgyhogy igen. Mondtad azt, hogy minél kevesebb dolgot kell bepakolni egy-egy hátizsákba. Ennek ellenére én mindig azt láttam, hogy ha te fölérsz egy, hát nem is tudom, hogy 8000-es, de minél nagyobb csúcsra, akkor te hát rituálészerűen előveszel néhány dolgot. Rávezesselek, hogy mire is gondolok? Mindig van nálad legalább kettő, de inkább három zászló, amivel fényképet készítesz fönt, és mesélnél erről egy kicsit? Hát igen, ugyebár nagyon fontos, ha felér az ember a csúcsra, hát a csúcsfotó, csúcsvideó, hiszen ezekkel hát tudod hitelesíteni azt, hogy fent jártál. És hát nagyon fontos az, hogy a, hát nyilván a magyar zászló az nagyon fontos, hogy a nagyvárat felirattal. És hát emellett, ha vannak egyéb szponzorok, akkor nyilván az ő kisebb logójuk, a zászlójukat is meg kell jeleníteni, hiszen nekik ez fontos, meg hát nekem is fontos, úgyhogy ez is egy mikor ott fent van az ember, és nagyon fáradt, mégis arra kell koncentráljon, hogy azért ezeket a dolgokat csinálja meg, hiszen ezek fontosak lehetnek a következő expedícióknak a anyagi támogatásából szempontjából, úgyhogy igen, fontosak. Hát a szponzor zászlók fontosak, és hát ami nekem fontos, ugye a magyar zászló, hogy val fotózkodjak a csúcson, úgyhogy igen. Aki ismer téged, az tudja, hogy nemzetpolitikai szempontból és nemzeti identitásod is nagyon-nagyon erős, és akkor itt beszélhetünk arról, hogy nem csak a Mount Everesten vagy bármelyik 8000-es hegyre fölviszed a zászlót, hanem szűk kis környezeteden belül is nagyon sokat teszel azért, hogy támogasd a magyarság egyben maradását. Mesélnél egy picikét arról a évente megszervezett túráról, amit most már, segíts egy picit, nem tudom, hanyadik éve csináltok? Hát igen, ugye most hát nyilván nekem fontos, úgymond a szűkebb pátriám, ugye a Bihar, és hát a Belenyesi medence, vagy a Fekete-Körös-völgyi Magyarság, Szórvány Magyarságnak a úgymond ügye. És hát ennek jegyében minden évben hát a Bethlen Gábor, tehát november 11-5-én született és halt ő meg. Tehát akkor mindig, mikor egyébként a Magyar Szórvány napja is van, akkor szoktam egy ilyen Bethlen Gábor túrát tartani a Biharban. És hát általában mindig más helyszínen, és mindig bejárunk valami, vagy valami szebb útvonalat, vagy valami érdekesebb csúcsot, és hát az elején az volt a lényege, hogy kétnyelvűsítsük a turistajelző táblákat, de ez már pár éve úgy nagyjából sikerült, és most lényegében hát egy jó csapatépítés, nagyon sok barát szokott eljönni ezekre a túrákra, és hát lényegében mondom, a Fekete-Körös-völgyi Magyarságra próbálom valamilyen szinten felhívni a figyelmet, de egyébként egy nagyon jó buli és egy nagyon jó túra szokott kibontakozni minden évben, úgyhogy mindenki, aki úgy gondolja, mindenkit várok, és mindig november 15-e, ez legközelebb eső hétvégén szokott lenni. Lehet, hogy rosszul ejtem ki, segíts, Dalgiri? Igen, Daulagiri. Daulagiri volt most a legutolsó, ahol sikeresen feljutattad az említett zászlókat. Nyilvános-e és lehet-e tudni arról, hogy mi lesz a következő, vagy mi jár az eszedbe most? Nincs semmi konkrétum, hát így van. Mindig ezt mondod. Hát meglátjuk, mennyi pénz lesz, mennyi idő, meg energiám lesz felkészülni, és akkor, de persze, vannak tervek. Visszalépés lenne, hogyha nem 8000-es hegy lenne? Számodra? Nem, de akkor egy nehezebb, alacsonyabb hegyet kellene, de most még egyenlőre 8000-esekbe
gondolkozom, aztán majd lesznek még változások, de most még egy-két évig ezeken a magasabb 8000-esekre tervezek. Aztán meglátjuk, mi lesz. De van sok terv még így a következő 10 évre, inkább ilyen álomszinten, de vagy ilyen koncepció szinten, aztán meglátjuk, hogy alakul. Hát én azt kívánom neked, hogy vidd el a magyarság hírét minél messzebbre. Köszönjük neked, hogy eddig is tetted, és büszkévé tetted a magyarokat, hogy ilyen magasan láthatták a magyar zászlót, és egy kis személyes dolog, és hogy a nagyváradi feliratot is eljuttattad. Köszönjük szépen, és kitartást, és egészséget ahhoz, hogy ezt kondícióban is bírt. Köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és hogy itt lehettem. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.